Történt egyszer, amikor elérkezett a meleg nyár, hogy a mezei virágok ébredezni kezdtek. Nyújtózkodva szökkentek szárba, és öltötték magukra színes ruhácskájukat. Gyönyörű kelyhével piros szőnyeget varázsolt a rétre a milliónyi kis pipacs. A búzavirág hosszú száracskájával vígan védelmezte a szántóföldi növényeket. Sokat beszélgetett a sok kis virág egymással. Boldogan szívták magukba az eltetőlap melegét. Odébb a gólyahír és a kikerics sárgállott. Csodás sziggavalkákba bombázott a táj. A méhecskék virágról virágra szállva szorgoskodtak. Az aprócska pillék örömest pihentek meg az óriásnak látszó szirmokon. Minden növény, állat és bogárka boldogan tette dolgát. Erre nem járnak emberek, így nem zavarják a természet rendjét, gondolták az itt lakók. De ezen a reggelen mégis susogást véltek felfedezni. A magas fűben lépkedett valaki. Minden élő félni kezdett, és csak várták, mi fog történni. A titokzatos idegen nem bántott senkit. Leült egy fatuskóra, és valamiféle ismeretlen eszközöket vett elő rejtélyes ládikájából. Feszült csendben figyelt mindenki. Aztán a magyaróvirág hangos kacagással adta hírül a többieknek, hogy nem kell itt megjedni, hisz csak egy festő érkezett, aki meg szeretné örökíteni e páratlan szépségű tarka-barka mezőt. Erre a sok-sok virág büszkén hajladozni kezdett örömében. A dongók és a lepkék is elővették legvidámabb arcukat, és pózolni kezdtek. Lengeszellő suhant el fölöttük, és csillogott-villogott a fényben a megszámlálhatatlan szépség. Úgy érezték, híresek lettek, és halhatatlanná váltak. Ez volt életük legszebb napja. Aki nem hiszi, járjon utána! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm vendégeinket. Egy jeles napon, egy különleges alkalomból. Jeles nap, hiszen január 22-e a Magyar Kultúra napja. És különleges, mert egy újabb helyi alkotót mutathatunk be önöknek. E jeles napot országszerte színes kulturális programokkal ünnepeljük, kétnapos rendezvényünket Kis Áfra Mária kiállításával nyitjuk. Folytatásként a holnapi napon hagyományőrző csoportok elevenítik fel értékes népi kultúránkat. Fellépőink népdallal, néptánccal és népmesével készülnek. Kis Áfra Mária Hajdunánáson született, de 28 éve él már városunkban családjával. Elsősorban szerető feleségként és gondoskodó anyaként ismerte ez idáig mindenki. Sokan megfordultak fodrászüzletében is az évek során, ahol mindig kedvesen fogadta vendégeit. Senki nem sejtette, hogy ez a kedves, mosolygós nő több évre elrejtette legkedveltebb önkifejezési formáját, a festést. Gyermekkorában minden szabad idejét a rajzolás és a festés bűvöletében töltötte. Fantáziáját azonnal elragadták a színes ceruzák, ecsetek és a tiszta papírlapok. Állandó résztvevője volt az iskolai, városi keretek között megrendezésre kerülő rajzversenyeknek, ahol szép helyezései által ismerték el tehetségét. A középiskolai évek alatt sokat tanult Várkonyi Károly debreceni festőművésztől, aki biztosította tehetségéről és biztatta tanulmányainak folytatására. Bármennyire kecsegtetően hangzott, a körülmények nem kedveztek a továbbtanulásra, így csak ígéretes lehetőség maradt. Aztán hosszú időre a család és a munka tette teljessé az életét. Ám a természet figyelése és szeretete megmaradt.
Képzeletében egy kicsit mindig másképp látta, hiszen gondolataival átfestette azt. Míg nem közel egy évvel ezelőtt egy sokkal erősebb késztetést érzett arra, hogy a belső képet vászonra vigye. Első igazi sikerélménye a Mécs László Irodalmi Társaság által meghirdetett első nemzetközi adventi illusztrációs pályázatra beküldött munkája volt, melyet testvére meséjéhez készített. Ezt a mesét hallhatták Galuska Fruzsina második osztályos tanuló előadásában az imént, melynek címe Vadvirágok öröme. E pályázaton harmadik helyezést ért el, ami ösztönözte arra, hogy végigmenjen azon az úton, amin elindult. Mint ahogy Csipke Rózsikát felébresztették álmából, úgy élettek fel a régi érzések, vágy az önkifejezésre és a szakmai fejlődésre. Az elmúlt egy év alatt, mintha a festés nélkül töltött éveket szeretné bepótolni, egymás után születtek kezenyomán a szebbnél szebb alkotások. Egyre fokozódott az alkotás felett érzett öröme és a szakmai továbbfejlődés szándéka. Így jutott el Nagy Krisztián festőművészhez Várdombra, a Kínva Akadémiára. Az ott elvégzett kurzusok megerősítették abban, hogy ez az ő útja. És azóta csak fest, fest és fest. Ehhez családjától maximális támogatást kap. Fest a maga örömére, fest az alkotásért, és fest az embereknek. Delacroix úgy tartotta, a kép első kötelessége az, hogy ünnep legyen a szem számára. Marika is ugyanezt szeretné közvetíteni festményeivel, a belőlük áradó nyugalom, szeretet és harmónia, az élet megfestett pillanatai jó érzéssel töltsön el minden szemlélőt. A képzeletében felgyülemlett belső képek ott sorakoznak egymás után, arra várva, hogy ők is láthatóvá váljanak a festővásznon. Sokszor olyan gyorsan szeretnének előtörni, hogy éjt-nappal látéve akad tennivalója. Egy év leforgása alatt több mint 80 darab képet festett. Egy átlagembernek ez igazán feszített tempónak tűnhet, de ez neki nem fáradtság. Ellenkezőleg ezáltal töltődik fel, energikusabbá és boldogabbá válik. Képei e rövid idő alatt is bejárták a világot, nem kevés elismerés kíséretében. Hazai és külföldi kiállításokon is láthatóak voltak már festményei. Budapesten a Király Klub galériában kiállított képek közül egy darab képe második helyezést ért el. Szintén Budapesten az MR3 galériában 5 festményt állítottak ki. Milánóban is szerepelt országos kiállításon, valamint Padovában 9 festményt állítottak ki egy világkiállításon, melyek közül egy kép bekerült az örökös katalógusba. 2015. novemberében nagy örömmel vette át a kitüntetett illusztrátor címet Sanda Tamás államtitkártól a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Jó néhány hazai kortárs alkotót ismer, akikkel baráti kapcsolatot ápol, segítik, támogatják egymás pályáját. Fontosnak tartják a kezdőfestők felkarolását. Ő maga is szívesen segít, ha felkérik. Tagja több alkotó csoportnak az interneten is. A folyamatos kapcsolattartás egymás technikájának megismerése mellett rendszeresen jelen van a különböző virtuális galériák nevezésein, ahonnan több mint 100 elismerő oklevelet kapott. A művészeti alkotások így vagy úgy megszólítják az embert. Hatnak ránk. Nincs ez másképp Marika festményeivel sem. Az elkövetkezendő percekhez és bevezető gondolataim zárásaként Henry Ward Beecher-től ajánlok egy idézetet. Minden művész saját lelkébe mártja ecsetét és saját szívét viszi a vászonra.
Ott álltam egyedül, és néztem, ahogy az ég s a föld a horizontban egyesül. Szél súgta fülembe a tengernek titkait, s én a homokba véstem lábamnak nyomait. Fejem felett fehér madarak serege, még a távolban kecses hajó kósza rengetege. Narancssárga sugarak áztatták a tájat, ódon kikötőben szerelmesek álltak. A kagylók héjain tajtékzottak a habok, s a szivárvány színeiben ringatták a napot. A csalfa tengerek válaszhangja lelkemet ismét hívogatja. Felfestem hát álmaimnak kósza illatát, s mögé rejtem arcomnak legtitkosabb mosolyát. Néhány árnyék a vízre ül, mert nem talál haza, nem is árnyak talán, csupán fenyőfák sóhaja. A hattyúk nem is rózsák, de vízi angyalok. Az ég álmodja őket, ha olykor andalok. Télboszorkány bonthatatlan bűbájában, mint mese, dérpalástban, néma fagyban áll a fenyves mozdulatlan csodacsipkeligete. Halvatán, és mégis élve tűri, szinte álmai gyönyörétől megigézve, hogy a hónak már egész befonják piheláncai. Ha nyugatról, ha keletről a ferde nap rácikáz, megserezdül, mint ijesztő üvegtűzvész, gyúl az erdő, káprázatos fényvarázs. Ha a nap leszállva eltűnt, mint egy fényes képzelet, s a sötét éj fátyolával elterül a föld felett. Szívesen andalgok akkor, a harmattal telt réteken, és a hallgató természet nyugodalmat ad nekem. Mintha agnak homlokára hind ezüstött az idő, s nyugodalmat nyer végtére a sokáig szenvedő. Úgy talál e föld nyugalmat, ha a nap lement, és a holdvilág magasról rá ezüstöt ön. Lovam szemében álmot látok, s az álomban önmagam. Sötéten tátongó ösvényen járok, lidérc árnyak közt magányosan. Lábam előtt bánat kígyó tekeredik, az utat előttem könnyeim öntözik. Lassan lépek, óvatosan, s hirtelen alattam a föld megrodjan. Dörögnek, dübörögnek évszázados kövek, villám cikázik, fuvallat borzolja végig a földet. Félreugrok, s körvonalát látom meg egy lónak. Nemes, büszke állat, patái szikrát szórnak. Nyereg, s zabla nélkül utánam vágtat, szemében ígéret, s határtalan bánat. Hozzálépek némán, simogató kézzel, szívemben új célokkal, s megújult reménnyel. Megtaláltuk egymást, közös útra leltünk. Végre megnyugvás lelt, hánykolódó lelkünk. Itt van az ősz, itt van újra,
s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felöltözik, ha virrad reggele a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Ez a kékség, amiben úszunk. Tán a mennyország ide len. Ez a kékség, amiben úszunk, eget és földet összefog, és lent a hullámzó magasság, fent a szájra kelt víz suhog, s ebben a tükrös ragyogásban, csobogó ég és víz között elszáll az emberi sötétség, amely idáig üldözött. Könnyű vagyok, s könnyű lélek, könnyűnek érzi a jövőt. Minden gyötrelmét elfelejti a megváltó szépség előtt. Ez a kékség, amiben úszunk, tán a mennyország ide le. Lent az ég ragyog, fent a tenger, ez a nagy fény meggyógyított. Most megint örülök, hogy élek és ember vagyok. Egyszer régen, mikor még nem volt bánat, s a kék vizekben tündökölt a hold, tündérleány állott a tenger partján, s a hab lágyan, szerelmesen dalolt. De egy este, messze észak felől, orkán hadával érkezett a tél. A tündér síri és fényes könnyeit zúgó tengerbe hullatta a szél. Aztán elment. A tenger várta, várta, és fodros habja többé nem dalolt. Ködös, borongós, néma éjszakákon, sötét vizén nem tündökölt a hold. S a mélybe hullott tündérkönnyekből lettek a fényes, igaz gyöngy szemek. A gyöngyhalász néha megtalálja a mélybe rejtett tündérkönnyeket. Én is ilyen gyöngyhalász vagyok, és verseim az igaz gyöngyszemek. Egyszer lelkembe zokogott egy tündér, s azóta néha gyöngyszemet lelek. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok. Újjászületnek és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak. A madárdal is mindig ugyanaz, újjáteremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más, minden tavasz csodás megújhodás. A fajta él, s örökre megmarad, a föld őrzi az élet magvakat. S a nap kikelti, minden újra él. Fű, fa, virág,
bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint milyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítanám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él. Hol volt, hol nem volt, elvitte a szél. S a holnapom, azt meg kell érni még. Csillagmécsem ki tudja, meddig ég. De most e tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illatár. Bár volna rá szavam, vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem, ez illatot, e fény, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új, és mindig ugyanaz. Csodák csodája, létezés, tavasz. Legyen tiéd a pillanat varázsa, érintse szíved szépség és csoda. Kívánd, hogy egyszer részed legyen benne, akard és vágyad vezessen el oda. Csodálkozz rá, és szívd mélyen magadba, az élmény tegye szebbé életed. Erőt adjon, s reményt megújulásra, hogy álmaid nappal is élheted. Minden szívnek van egy csodakertje, a kert közepében van egy palota, s minden palotában egy fekete szoba. A fekete szobában csontváz ember ül, sötéten, egyedül. Néha a palota zsivajába, s a tavaszodba belehegedül. Olyankor ősz lesz, vágyak, álmok ősze, halkan peregnek, mint a levelek. Szívedbe, mintha ezer kés hasítna, zokog a csontváz embered. Idegen szemektől kacagással véded, jaj, csak meg ne lássák, drágább, mint a kincs. Mások palotáit irigykedve nézed. Neki nincs, pedig minden szívnek van egy csodakertje, s minden csodakertben van egy palota, s bent elrejtve mélyen, valahol, minden palotában egy fekete szoba. Hogy mi a festészet? Ne kérdezd. Nem tudom. Nem tanultam, csak érzem és alkotom. Mikor megérzem a festőszer édes illatát, szívemet valami furcsa érzés járja át, s megszűnik a külvilág. Élvezem, hogy az üres semmiből megfestem az élet egy pillanatát. S ha kész, megcsodálom és megköszönöm. Figyelem, mint újszülött gyermekem, hiszen egy részem belőlem. S ha már nincs velem, mindvégig megőrzem emlékeimben. Köszönjük Radics Zoltánné drámapedagógusnak és Radics Viviennek, a Tisza Dráma és Táncszínház tagjának, hogy részt vehettünk egy lélekemelő utazásban, ami az alkotó érzéseit is közvetíthette talán szavakba öntve. A természet mesés, érzelemgazdag megjelenítése, a képek életre keltése úgy gondolom mindenképpen közelebb hozott, ráhangolt minket a kiállításra. De mielőtt megtekintenénk, felkérem Tóth József polgármestert, köszöntse ő is helyi alkotónkat. Úgy gondolom, hogy mindannyiunk nevében is mondhatom, hogy a
magyar kultúra ünnepéhez méltó esemény résztvevői lehetünk, és ez neked köszönhető. És amikor kéretlenül is azért az ember próbálja gondolatait megfogalmazni, akkor arra jön rá, hogy micsoda rejtett kincseink, micsoda tehetségeink, micsoda értékeink vannak, és véletlenek folytán kerül ez előtérbe, látóterünkbe, ismerjük föl, hogy kiben mi milyen tehetség lakozik. És az a mai esemény is egyértelművé teszi, hogy a Jóisten úgy teremtett bennünket, hogy mindenkiben van valami különlegesség, valami fantasztikus tehetség. A kérdés az, hogy ez mikor ismertetik fel, mikor kerül elő. Van, aki ezt a tehetséget véletlenszerűen ismeri fel, mások ismertetik fel vele. Kiben ez a tehetség a szavak megformálásában teljesedik, mások kitáncolják magukból, vagy kiéneklik magukból azt a tehetséget. És van, aki meg megfesti, amit gondol, amit elképzel. És most egy vallomással itt mindannyiuk előtt kell, hogy szóljak. Amikor én az első képeket megláttam, az a Facebook oldalon volt, akkor úgy kicsit tamáskodva fogadtam, hogy biztos, hogy Marika, az én ismerősöm, a barátnőm készít ilyen csodálatos képeket. És hogy láttam a többit, és beszéltem polgárokkal, akik megerősítik, hogy tényleg ő festő. Mert mi nem erről ismertük meg egymást az elmúlt időszakban, hanem valóban arról, hogy mestere volt valaminek, a hölgyeknek fantasztikus, szép fajkoronát csinált, az urakén meg igazított, amit ki lehetett belőle hozni, az enyémből is. De azt talán mondhatom, és ebben szeretném a gondolatot is befejezni, hogy nincs is talán attól nagyobb öröm, nagyobb élmény, amikor az ember azt csinálhatja, amit szeret, abban leli örömét, amit csinálhat. És hogyha ez így van, abból valami fantasztikus dolgok jönnek ki, Lám Marika esetében ezek a csodálatos festmények, amivel persze önmagát és családját elkápráztatja, bennünket elbűvölt, és ezt az értéket, ezt a gyönyörűséget most a Magyar Kultúra Napján mindannyiunk számára megtekintetővé tette ő, akik őt segítik, családja és a Művesi Központnak a dolgozói is. Ezért én hálás szívvel köszönetet mondok ezért. Biztatlak, hogy gyerünk akkor tovább. Bár az a 80 kép, amiről hallottam, az valami fantasztikus teljesítmény, de hogyha ennyit sikerült, akkor van még ebben a kézben, és ebben a lélekben, ebben a szívben további gyönyörűségek vászorra, vagy éppen minek mondják a másik táblát, amire lehet festeni vászonra, és táblára, igen. Úgyhogy gratulálok, elismerésemet fejezem ki mindannyiunk nevében, és köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Szépen köszönöm, hogy itt lehetek, mert tényleg nagyon megható volt a kultúrázigazgatóm által szervezett műsor, és sikerült teljesen az a lelki világon neki tükrözni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm azt is, hogy itt lehetek, meg hogy eljöttetek, és akkor, hát akkor folytatódjon tovább a kis rendezvény, és nagyon szépen köszönöm minden még egyszer. Mint ahogy Marika is mondta, akkor nem maradt más hátra, tekintsük meg a kiállítást.